beruházásról engedjék meg, hogy néhány szót szóljon önöknek. Kotosman Zoltán úr, a Helike Invest Zrt. Vezérigazgatója. Megosztani ez 2012. október 27, ez egy szombati nap. Talán ha egyen, ketten, hárman, négyen lehetünk, akik esetleg tudják, hogy ez miért nevezetes nekünk ez a dátum több okból is. Ez egy szombati nap volt, és a reggeli órákban kinyitottam az e-maileimet, és volt benne egy darab e-mail, ami azt mondta, hogy változás következett be a pályázat elbírálásába. Nagyon nehéz feladat volt, sokat törtük a fejünket, hogyan lehet abból az épületből valamit csinálni, de én azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok alapján ez szerintem sikerült. És egy építkezés van egymás mellett, tehát épül-szépül a városunk. A turisztikai vállalkozásokban érintettek, azok nagyon jól tudják, hogy kulcselem az innováció. Nagyon, nagyon rövid az innovációs hullám a turisztikában, és aki a kínálati elemeket nem bővíti, az lemarad. Ilyen bizniszteremnek készült volna, de aztán nem módosított. Nincs meg a lehetőség, ezért nem akartuk abba hitegetni az embereket, hogy mit várjanak. Jó, ötlet. Ha levesszük ezeket a szolgáltatásokat, hogy nincs 24 órás konyhája, nincsen wellness részlege, akkor 5 csillagos szintet tud. Ezen az árszinten, ezen az wellness területen jobban. Melyiket? Az, hogy milyen kell az ember rájönni másodában állapban. Van egy kis konyha táló, itt a kávészünetek, vagy szendvicsek. Bocsánat. Nem fogok elmenni. Tudom, ott van egyébként.